Az előző videóban megnéztük a nagytesót, most következzen a kistesó. Összetét levéve találkozhatunk az okos karkötővel, a fedelet leemelve egy fekete gumipánt fogad minket, alatta a használati útmutató és a pince másik felében a fedelet kinyitva találjuk a töltőt, mely hasznos is lehet, ha tölteni is akarjuk az eszközt. Csomagolás minőségi, mint az utódé. Specifikációk. IP67-es vízállósági tanúsítvány, 50 méteres vízálló, ponty. És motor. Az akkumulátor a 70 mAh, ami 30 napos akkumulátor időt biztosít. Vagy nem. Nekem átlagosan 13 napot bírt ki, úgyhogy akármennyire is nem akarom, de ezt is cáfolnom kell. Súlya 7 gram, ami még könnyebb, mint az utolsója, pontosan 13 grammal, ami azért eléggé számít. Tehát megijedek, kezemre nézek, az óra ott van, megnyugszok, hogy megvan az órám. Yeah! A kijelző egy OLED gyönyörűség, egyébként a Mi Band 3-ban is az van, csak ezt nem említettem. Menürendszer. Az óra menürendszere nagyon egyszerű, de tényleg. Megnyomod a gombot, akkor láthatod az időt, a dátumot, a napot és a hónapot. Ha még egyszer megnyomod, láthatod, mennyi lépést mentél ma, tehát mennyi lépést tettél meg. Alatta a megtett métereket, kilométereket láthatod, alatta az elégetett kalóriákat, aztán a pulzus mérést, ami itt az a kis érzékelő hajt végre, és azt mondja, hogy a levegőnek nincs pulzusa, ez egyértelmű. Ha még egyszer megnyomod, akkor az aksi láthatod, amelyre van feltöltött, tehát hány százalékban van feltöltve, és ennyi. Alapból egyébként nincs ennyi dolog bekapcsolva, csak én ezt beállítottam. Alapból, ha jól emlékszem, van a dátum, a lépésszámláló és a pulzusmérő. Ha nem tévedek, akkor alapból ennyi van. Mit is tud az óra? Nos, ez is tud időt mutatni. Wow! Ki gondolta volna? Méri a megtett távolságot, lépésszámít, sőt, ez is méri Poppins, akarom mondani, méri mennyi kalóriát égettél el, figyel egészségedre, és ösztönöz a mozgásra, tehát ha egy órát ültél, akkor ő fog szólni, azaz rezegni, hogy járj egyet. Figyeli az alvásodat, és elemzi azt, mely szintén az alkalmazásban tudsz ellenőrizni. Küld értesítéseket a telefonodról, és megkapod azt az órádon, mármint az app ikonját mutatja az órádon, amiből kaptad. Tehát ha YouTube-ról kaptál egy értesítést, akkor nem azt fogja kiírni, hogy XY felrakott egy XY videót, hanem azt fogja mutatni, hogy YouTube. Tehát mutat egy YouTube logót, mert ő még nem képes megjeleníteni azt, hogy mit írtak. Egyébként ez a Mi Band 3-nál már így van. Illetve ezeket csak akkor tudod fogadni, ezeket az értesítéseket, ha fennáll a Bluetooth kapcsolat, és a telefonod a közelben van. Mármint, hogyha fennáll a Bluetooth kapcsolat, akkor valószínűleg a telefon is a közelben van. Ezzel az eszközzel is tudsz fogadni, illetve elutasítani hívásokat. Itt is, ha fogadod a hívást, akkor a telefonodon fogadja azt, mert ez a karkötő sem rendelkezik mikrofonnal, sem hangszóróval, sem, így ezen sem tudnál beszélni a hívó féllel. Alkalmazás. Ez az eszköz is a Mi Fit app-al működik. Ha szeretnétek, hogy egy külön videóban bemutassam ezt az appot, akkor lájkoljátok ezt a videót. Ez a karkötő egy nagyon jó okos karkötő. Le kell szögeznünk, hogy ez nem okos óra, hanem okos karkötő, de mindent tud, amit egy fitness kiegészítő ebben az árkategóriában elvárhatunk. Talán még többet is. Yep. Ez a karkötő nagyon jó árérték arányal rendelkezik, mint az utódja. Mint ahogy az utód is, és szerintem ez is nagyon megéri az árát. No, de mennyibe is kerül? Hát kb. 6000 forint, ami még olcsóbb, mint az utód. De ez meg is érthető. Nos! Én köszönöm szépen a figyelmet, ha megtetszett ez a termék, akkor link a leírásban. Ha tetszett az a videó, akkor lájkold, ha tetszik a csatornám, akkor mindenféleképpen iratkozz fel. Egyébként köszönöm nektek, hogy ennyien feliratkoztok, és hogy meglett a 100 feliratkozó. Erről majd egy külön videóban.
oszd meg ezt a videót, hogy minél több emberhez eljusson a Mi Band 2 híre, hogy ez is egy milyen jó okos karkötő. Ha nem láttad volna a videót a Mi Band 3 bemutatójáról, jó éjszakát! Ha nem láttad volna a videót a Mi Band 3 bemutatójáról, akkor mindenképpen nézd meg, link a leírásban, illetve kat a jobb felső sarokba az i betűhöz, ott is megtaláltok ezt a videót. Hát akkor én köszönöm szépen a figyelmet, Levi voltam, sziasztok, poén azaz, hogy poén. Ebbe elfáradt.